szentelt víz tartóba pisilni. Mint krédó, mint hitvallás. Persze, mondhatja bárki, ez túlzás is, hiszen Karácsony Gergely már bocsánatot kért ezen kijelentéséért. Mert hogy ő mondta. De nézzük meg pontosan az egész mondatot. Parkban építkezni olyan, mint a templomban belepisilni a szentelt víztartóba, ami belefér, csak tönkreteszi azt, amiért ott vagyunk. Így szól az egész mondat, és ettől válik hitvallássá. Attól az odavetett, cinkosan kikacsintó félmondatért, mi szerint ez még belefér. Ezért nem lehet bocsánatot kérni, mert erre nincsen bocsánat. Az a helyzet, hogy elég régóta mondogatjuk itt Európában, hogy Európában az is keresztény, aki ateista. Most Karácsony Gergely bebizonyította, hogy ez sajnos már nem igaz. Ők nem keresztények, hiába ateisták. Ők az új barbárok, akiket mindenképpen el kell kerülni.